fejlődés alapja a munkahelyek megléte, további bővítése, hangzott el egy sárospataki egyeztetésen. Több tucatnyi munkáltató jelent meg a Sárospataki Járási Hivatal dísztermében, hogy első kézből tájékozódhassanak a jelenleg érvényben lévő munkáltatói pályázatokról. A mai fórum célja, hogy a Sárospataki, Sátoraljaújhely és Cigándi járásokban érintett foglalkoztatók, munkáltatók, önkormányzatok értesüljenek azokról a 2014 évi lehetőségekről, amelyek a foglalkoztatás bővítését segítik. A legnagyobb érdeklődés a mikro, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása iránt mutatkozott. Ebben a konstrukcióban a korábbi években is több száz munkahelyet hoztak létre a vállalkozások szerte a megyében. A zempléni térségből is komoly érdeklődést tapasztalnak a munkaügyi központ vezetői, amely annak is köszönhető, hogy ezúttal rövid határidő alatt tudnak létfontosságú támogatásokat kihelyezni. A mikro, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázatnak kettős célja van. Az egyik az, hogy a támogatás segítségével ezeknek a KKV szektorban működő vállalkozásoknak segítsük a fejlődését azáltal, hogy beruháznak, és ezt a beruházást támogatjuk. A másik célja pedig az, hogy ezáltal új munkahelyek is létrejöjjenek, és ezekre az új munkahelyekre vegyenek föl, ha lehet, a válláskeresők közül, és ezáltal a foglalkoztatás is bővüljön. Mert ugye ez nagyon fontos minden térségben, az egész országban, és hát itt, ahol egy leghátrányosabb helyzetű térségben vagyunk, itt talán még különösen fontos, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Hát ami a legfontosabb kérdés mindig egy pályázatnál, hogy mit lehet támogatásként elérni, ez egy fontos kérdés, hogy mennyire érdemes benyújtani. Itt elmondanám részletesen még egyszer, hogy van egy alaptámogatásunk, ami új munkahelyenként 1.800.000 forintot jelent, és attól függően, hogy ez a beruházás helye hol van, illetve attól függően, hogy kit alkalmaznak majd az új munkahelyeken, különböző kiegészítő támogatásokat lehet igényelni. A beruházás helye szerint, hogyha ez a hátrányos, leghátrányosabb helyzetű térségben, illetve szabad vállalkozási zónában van, akkor 2-300.000, illetve 400.000 forintos kiegészítő támogatást lehet igényelni. Hát ez a térség, ez sajnálatos módon a leghátrányosabb helyzetű térség, kis térségben tartozik, és még szabad vállalkozási zónába is. Ez önöknek a pályázat szempontjából azért kedvező, mert így együttesen már a beruházás helye alapján is plusz 700.000 forintot tudnak új munkahelyenként. Csak egyetlen megjegyzés, elnézést elszólok, hogy a új helybe az elhárás, tehát az nem, viszont a szabadvállalkozás végezetben beletartozik, ez most lett júliusban megváltoztatva. Igen, tehát ugyanolyan feltételekkel indulhatnak a páláziak, meg az új helyhez tartozó, hogy a járáshoz, mint a itt, tehát ez most már kiegyenlítődik, csak még a hátrányos helyzetű kis térségben vannak, de már szabad vállalkozási zónába tartoznak, tehát mindenképpen a 400.000 forintos kiegészítő támogatás az új hely térségében lévőknek is. Hát sőt, aki ott a leghátrányosabb helyzetű településen, vagy a településenként is ez eltér, akkor a legmagasabban is kerülhet. Amennyiben ezekre az új munkahelyekre a mi regiszterünkben lévő álláskeresők közül fognak majd felvenni munkavállalókat, akkor ez plusz 500.000 forintot jelent munkahelyenként, és ha még ezek az álláskeresők roma származásúak is, akkor még plusz 300.000 forint a kiegészítő támogatás. Tehát attól függően, hogy kit vesznek föl, így még 800.000 forint az, amit kiegészítő támogatásként elérhetnek, és így az 1.500.000-re összesen még, ami rámegy, ugyanennyi, tehát akár 3 millió forintot is lehet új munkahelyenként így kérni. Tehát ez egy nagyon kedvező dolog. Ahogy már képviselő úr is említette, 13 milliárd forint áll idén rendelkezésre a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból erre a célra, és ez körülbelül 1200
egy pályázatot fog jelenteni, ami támogatás alá jut, de nyilván ez attól is függ, hogy milyen mértékű támogatást fognak igényelni. Kik vehetnek részt ezen a pályázaton? Magyarországon telephelyen és székhelyen vagy székhelyen rendelkező vállalkozások. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, ez már a tavalyi évben is úgy volt, és mivel először történt, elég sok problémát okozott a pályázóknál, hogy amikor megnyújtják a pályázatokat, ez már a pályázatírás tartalmazza, akkor annak a telephelynek, székhelynek, ahol a beruházást végre fogják hajtani, annak már bejegyezve kell lenni a cégkivonatukban. Ez egy nagyon fontos dolog, és ha még ez nincs meg, és elgondolták, hogy pályáznak, ezt elég gyorsan meg lehet oldani, tehát tapasztaltuk tavaly is, hogy gyorsan lehet pótolni, és be kell jelenteni ezeket a helyeket, akár telephelyként nyilván, ha székhelyben szeretnénk változtatni. És a másik, hogy a tevékenységnek is, tehát amelyikhez a beruházás kötődni fog, annak is szerepelni kell a cégjegyzékben. Ez azért gondolom, hogy fontos információ, mert ez néhányan egy korábbi éveknek nem volt követelménye sokáig, és ezt úgy nem annyira figyeltek rá. Ezért szeretnénk ezt most szerettem volna elmondani, hogy erre figyeljenek. Ez egy visszanemtérítendő támogatás, ami szintén úgy gondolom, hogy a vállalkozások számára nagyon kedvező, mert egyre inkább egyre több helyen visszatérítendő, vagy részben visszatérítendő felé megy a támogatási forma. Ebben a térségben a támogatás intenzitás 70%-os a mikro- és kisvállalkozások részére, a középvállalkozásokra pedig 60%-os. Ez szintén azért nagyon fontos, mert ahogy említettem, egyszer az, hogy milyen mértékű támogatást tudnak egy beruházás után igényelni ebben a pályázatban, az függ attól, hogy hány új munkahelyet teremtenek, tehát a munkahelyek közötti elérhető összeget kell figyelembe venni, és van egy másik korlát, hogy mennyi lesz a beruházásnak a teljes összege, és hogy a teljes összegnek ugye vagy a 70 vagy 60%-át tudják maximum kérni. Tehát mind a kettőt figyelni kell, amikor a pályázatot elkészítik. Mindenképpen azt szeretném önöknek mondani, hogy mikor beruházás előkészítésben gondolkozzanak, elsősorban azért onnan induljanak, hogy ténylegesen mire van a vállalkozásnak szüksége, és utána nézzék meg ezt a pontos támogatási összeget, amit hozzá kell rendelni. A döntés az nagyon korán lesz, mert április 4-én, tehát ez önök számára nagyon kedvező a korai döntés, mert ez egy rövid időtartamú pályázat, tehát ez azt jelenti, hogy november 30-áig meg is kell valósítaniuk, amit vállalnak a pályázat keretében, és el is kell számolniuk a támogatási összeggel. Minél korábban tudnak indulni, ugye annál nagyobb az esély, hogy az idén ez befejeződik, de önök is annál hamarabb tudnak ezzel az új berendezéssel, hogy majd amit elmúlt esetleg az épületben már termelést folytatni, vagy szolgáltatást nyújtani. Az alapfeltétel, hogy telephelyenként két fő részére létesítsenek új munkahelyet. Ez azt jelenti, hogyha esetleg több telephelyen is szeretnének esetleg beruházást, mert nem egy teljesen új tevékenység, hanem csak valaminek a fejlesztése, bővítése, akkor ez telephelyenként kell igaznak lenni, hogy két fővel bővül. Tehát ha egy vállalkozást nyújtja is be, akkor is igaznak kell lenni annak, hogy két fővel meg kell lenni telephelyenként. És ezt a bővítést, a létszámbővítést, ezt legalább két évig fenn is kell tartani. Na most mikortól kell ezt a két éves kötelezettséget ugye elindítani? Ahogyan már a beruházást is meg lehet kezdeni a pályázat benyújtása után. Ez újdonság a korábbi évekhez képest, mert eddig meg kellett várniuk, hogy a munkahelyi központ kell egy befoglaló nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeknek megfelelnek, és utána indíthatták a beruházásokat. Most már rögtön a pályázat benyújtása után nyilván saját kockázatra, de megkezdhetik a beruházást, akár a létszámfelvételt is. Annyi, hogy a két éves kötelezettséget legkorábban
a támogatási szerződés aláírásának napjától tudjuk számítani. Tehát onnan indul az a két év, aminél vállalni kell a benyújtáskori bázis létszámunk, ami azt jelenti, hogy a pályázat benyújtása előtti 12 hónapos átlag létszámunkat veszünk bázis létszámnak, és erre épül az új munkahelyeknek a számával bővített létszámkötelezettség, és ezt együttesen kell megtartaniuk két évig. Legkésőbb pedig a létszámfelvételt, azt megvalósítanunk a beruházást követő 90. napon kell. Ez azt jelenti, hogy a november 30-án fejezik be, és úgy gondolják, hogy önöknek ahhoz, hogy teljes mértékig ezt az új beruházást be tudják indítani, ez nem szükséges azonnal felvenni, akkor addig is van lehetőség, hogy addig töltsék fel ezt a létszámot, és onnan induljon a két éves kötelezettség. Mert ugye a kötelezettség a két éves, az mindig a teljes létszámfizetéstől indulhat alapvetően. Minden vállalkozásnak 25%-os saját forrással rendelkeznie kell. Tehát ha más pályázati forrásból is hozzá szeretnének tenni, illetve több forrásból jön össze a támogatás, akkor is meg kell lenni ezeknek a 25%-os saját forrásnak. Ez lehet vagy saját forrásuk, vagy hitel is, amit önök részére máshonnan folyósítanak. És fontos, hogy megfelelő fedezet is álljon rendelkezésre ahhoz, hogy mi is bebiztosítsuk azt, hogyha egy állami pénzt kihelyezünk, akkor erre a célra fordítódjon, illetve a kötelezettség nem teljesítése esetén legyenek olyan garancia, hogy mégsem buktuk ezt a pénzt, úgymond. Milyen típusú tevékenységre lehet fordítani, azt nyilván felsorolni nehéz lenne, mert önök is tudják, hogy egy-egy vállalkozás azért több lábon próbál megállni, és többféle tevékenységet folytat. Amit inkább itt bemutatok, hogy mi az, amihez nem. És hát itt egy kicsit a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához, forgalomba hozatalához szokott problémát okozni, ebben a térségben is talán. Erre azt tudom mondani, hogy azért alapvetően ez nem kimondottan mezőgazdasági jellegű támogatás, mert az azért nagyon sok területen az FPM által meghirdetett pályázatokban talán kedvezőbb módon is el tudnak hozzájutni. Ez alapvetően azért munkahelyteremtő támogatás. Nyilván vannak olyan területek, amik kapcsolódnak a mezőgazdasági termeléshez, de akik elsődlegesen ezzel foglalkoznak, illetve elsődlegesen a piacra juttatják, azok számára azt kell mondanom, hogy sajnos ez a pályázat ez nem az a megfelelő. Ami problémát okoz, mert a többi felsorolt az nyilván kevésbé szokott jellemző lenni, az a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak a fogalma. Ez nem egy szubjektív dolog, hanem a 37/2011-es kormányrendeletben pontosan le van írva, hogy kiket kell tekinteni nehéz helyzetben való helyzetben lévő vállalkozásoknak, és ezt kell megnézniük, ezt a mérlegadataik leginkább, amik ennekben mérvaló, és hát én bízom benne, hogy azért önök között nem sokan vannak, akik emiatt kieshetnének, és remélem nem esnek ki senki a pályázati lehetőségből. Mire lehet fordítani ezt a támogatást? Mivel ez egy rövid futamidejű, tehát úgy gondolom, hogy abban kell gondolkodni, hogy mi az, amit gyorsan meg lehet teremteni, mi az, ami a vállalkozás célja, mi az, amire leginkább szüksége van a vállalkozónak. Tehát abban kell elsősorban gondolkozni. Azt szoktam mondani, hogy a pályázati adatlap az adatlap alapján nem kérünk mi különösebb részletezést, hogy mégis mennyire gondolta át a vállalkozás, hogy mire van szüksége és hogy ez megalapodott-e. De azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ahol benne van, hogy a maga a beruházás által beszerzett eszköz hogyan fog kapcsolódni az új munkahelyhez, ott kérem, hogy mindenképpen önök is gondolják át és írják is le, mert ez nagyon fontos, amikor javasoljuk döntésre, javasoljuk támogatásra a pályázatot. Látszódjon, hogy ez a ténylegesen
az új munkahely miatt van szükség erre a támogatásra, és nem általában csak a vállalkozás szeretné, hogy akár munkahelyek nélkül is bővüljön. Tehát itt mindenképpen fontos ezeknek a kapcsolódásoknak a bemutatása, és ha nagyobb volumenű több 10 fős beruház létszámfelvételben új munkahelyben gondolkoznak, akkor önök valószínűleg készítenek előtte üzleti tervet. Mert hogy minden vállalkozásnak, ha egy nagyobb volumenű fejlesztésbe fog, akkor kell saját maga számára is tisztában lenni, hogy milyen helyzetben van a versenyük, milyen piacon, milyen versenytársaik vannak, milyen alapanyagbeszerzései vannak, és egyáltalán mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ez hosszabb távon működjön, jövedelmező legyen. Mivel itt a pályázatnak konkrétan nem elégete az üzleti terv, és egy elég rövid rész van erre, ahol ki lehet fejteni, én azt javaslom önöknek, akik nagyobb beruházásokon gondolkoznak, hogy tegyék már oda mellé azokat az elkészült üzleti terveket, és annak segítésére, hogy amikor a döntéshozó felé ezt támogatás, akkor nyugodt szívvel tudjuk azt mondani, hogy igen, és megalapozott az elképzelés, és hosszabb távon itt tényleg működni fognak ezek ez különösen akkor igaz, ha teljesen új vállalkozásról van szó, mert hogy az sem kizárt, hogy valaki ebben a pályázatban új vállalkozásként induljon, és nem csak bővítésben gondolkozzon. Tehát, ahogy már mondtam is, lehet új berendezésre, felszerelésre, műszaki gépekre pályázni, és ehhez kapcsolódóan az immateriális javak mindenképpen fontos, hogy ehhez kapcsolódjanak. Tehát van ilyen lehetőség, hogy vegyenek hozzá szoftvert vagy licenszet, de mindenképpen ezt most a pályázati kiírásnak az útmutatója elég részletesen le is írja, hogy ezeknek kapcsolódni kell, hogy ténylegesen ahhoz a működéshez szükséges, amit fejlesztenek, illetve ahhoz a részhez. Tehát sajnos olyan, mert megkeresnek minket különböző kérdésekkel, és annak kapcsán mondom el önöknek, hogy ami általában biztosan nagyon fontos lenne egy vállalkozásnak általában, olyan licensz vagy olyan szoftver, ami az egésznek a célját, működtetését szolgálna, azt kell mondanom, hogy nem itt kellene megpályázni, mert hogy itt előírás, hogy kimondottan az új részhez, a beruházáshoz felhasználható, vagy a működtetéshez, a konkrét annak az eszköznek a működtetéséhez kell, hogy kapcsolódjon. Már a 2013-as év adataiból is kitűnik, hogy Borsodavoly Zemplén megye, és benne Zemplén is jobban teljesít, mondta a fórumon Hörcsik Rihárd. A parlamenti képviselő kiemelte, hogy sajnos hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű besorolásba tartozik a térség, azonban pont emiatt magasabb összegű támogatásban részesülhetnek a munkáltatók. További befektetői vonzereje a térségnek, hogy a szabad vállalkozási zónának a részeit képezik a települések. Borsodabói Zemplén megyében is javult a foglalkoztatási helyzet, egyre több ember talál munkát. Kormány milyen intézkedéseket tud hozni arra, hogy a tendencia az 2014-ben is folytatódjon? Nos, mint korábban is lehetőség nyílt minden év elején, hogy a kis és közepes vállalkozásokat a kormány kiemelten támogassa munkahelyteremtéssel és munkahelyvédelmi programmal. Ebben az évben, 2014-ben felgyorsulnak az események. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2014. januárjától új 7 éves periódusa nyílik meg az európai költségvetésnek, amiben mi magyarok is természetesen részesei vagyunk. Jelenleg most még ezek a pénzek, amik rendelkezésre állnak, még nem az új büdzséből, hanem a korábbi 7 éves ciklusnak az úgynevezett visszamaradt pénzeinek a felhasználására szól. Tehát ezért sürget bennünket az idő, hogy Brüsszelnél minél hamarabb el tudjunk számolni. Éppen ezért sikerült többszörösére emelni azt az összeget, ami a kis és közepes vállalkozások munkahelyteremtési és munkahelyvédelmi programjára áll rendelkezésre. És örömmel tudok beszámolni, hogy az elmúlt éven, ha megnézzük az országos pályázati arányokat, Borsodabói Zemplén megye jobban teljesített, sajnos hátrányosabb helyzetben vagyunk, nagy megye vagyunk, és ebben hál' Istennek Zemplén és Abaúj sem maradt le.
Tehát a mi felelősségünk az, hogy ezek az információk eljutnak-e a vállalkozókhoz, polgármesterekhez, mert véleményem szerint, aki az információ birtokában van, annak több esélye van, hogy sikeres lesz a pályázat. Mit tudnak ehhez helyi szinten megtenni? Most ugye egy fórumot tartanak, de azt mondta, hogy hamarosan egy irodát is nyitnak, pontosan azért, hogy az információk eljussanak a vállalkozókhoz. Így van, örömmel tudom bejelenteni, hogy a jövő héten reméljük meg tudjuk nyitni a Széchenyi program új irodáját, Sátoraljaújhelyben, illetve Sárospatakon, mert ez egy mozgó iroda lesz, hogy a három járási székhelyben ellássa azokat a feladatokat, amire ez az iroda ki van jelölve. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a kormányhivatalokon keresztül, nem csak a munkahogyi központokon keresztül lehet információhoz jutni, hanem majd a Széchenyi új programiroda munkatársai keresztül is, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy a vállalkozó az dolgozik, az vállalkozik, annak nincs ideje Miskolcra, Budapestre járni, tehát ezért kell ügyfélbarát módra ezeket az információkat eljuttatni helyben. Hát ezért van itt most Sárospatakon, nem csak a patakiaknak, hanem a sátoraljaújhelyi, a cigándi és a sárospataki járás illetékességébe tartozó vállalkozói számára. Hogyha nem is Kecskemét és Győr szinten, de a szabad vállalkozási zóna most már itt is megadatott. Van-e arról információ, hogy van érdeklődés a térség iránt? Van, hál' Istennek. Először is szeretném elmondani, az elmúlt év nagy-nagy eredménye volt, hogy a sátoraljaújhelyi járás településeit a szabad vállalkozási zónába sikerült beletetetni, tehát hasonló elánnal tudnak pályázni és sikerességgel, mint mondjuk a pataki vagy a cigándi. Ez azt jelenti, hogy egy munkahelyre, például új munkahely teremtésre egy plusz támogatást kaphat, mivel a szabadvállalkozás övethez tartozik, ez elérheti a 3 millió forintot egy vállalkozásra. Tehát ezért azt mondom, hogy ez fölkeltette a vállalkozásoknak a figyelmét, és én örömmel tudok majd beszámolni hamarosan, hogy milyen új közepes, inkább a nagyobb felé hajló vállalkozások fognak indulni Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon és Cigándon, és most itt a lehetőség, hogy ezek a kis és közepes vállalkozások, akik 2, 3, 5, 10, meg 30 munkahelyet foglalkoztatnak, hogy ők is a versenyben lehetnek, hiszen megtöbbszöröződött a pályázati lehetőség, és például egyetlen egy dolgot szeretnék említeni, 2013-ban a három járás területén 24 pályázó 250 millió forint támogatást nyert munkahely teremtésre, és közel új 100 munkahely jött létre. Nem is szólva külön még a Líder csoportról, ahol szintén elnökségi tag vagyok, ahol szintén több mint 100 munkahely létesült csak az elmúlt másfél évben. Tehát ezeket az apró vállalkozásokat is támogatni kell, hiszen sok kicsi sokra megy, és úgy hiszem, hogy a kormány megadta azt a lehetőséget, hogy a visszamaradt pénzeket még prompt, egyrészt, hogy Brüsszelbe el tudjunk számolni, másrészt pedig minden vállalkozás általában új évkor indul, hogy ezeket tudjuk segíteni. A munkahogyi központokon keresztül igénybe vehető támogatások hatására az elmúlt éven 24 vállalkozásnál 100 új munkahelyet tudtak létrehozni. Idén ez a szám várhatóan jóval nagyobb lesz, mondta az országgyűlési képviselő.